Sziasztok! Itt is lennék egy újabb Total War Róma 2 online csatával, és ebben a csatában Epirosszal fogok játszani Róma ellen. Kezdeném a seregfelállítással, ugye 4 csapat Tarantin lovas a jobb szárnyamon, 2-2 csapat Tureos lándzsás a jobb és bal szárnyon, ugye megtoldva 2-2 csapat milicista hoplitával, középen van 1-2-3-4 csapat pikás, és megtoldva ugye 2 csapat Hellenic Royal Guard-dal, ugye ami egy nagyon elit pikás egység. Ahogy elnézem, a páncélzata 60-at számít, ugye 60 pont, pajzs 30, és van még 2 csapat Citizen lovas. Egy nagyon érdekes epiroszi sereg, mert ugye nem is olyan régen mondtam, hogy a pikásokat nem nagyon érdemes használni, de úgy döntöttem, hogy ebben a csatában mégis megpróbálom, és kíváncsiságból, hogy tudnám-e használni őket, vagy nem. És ebben a csatában ki fog derülni, hogy azért lehet-e használni őket, és győzni velük, vagy mégsem. Na szóval, kezdeném ugye az ellenséges sereggel, ami nagyon jól néz ki. Szóval, ugye az ellenségnek, kezdjük ugye a jobb szárnyával az ő szemszögéből nézve. Van egy csapat vigilész, ugye, amik általában csak arra jók, hogy ellenséges lovasságot győzzenek le, ugye, vagy besegítsenek a lovasságnak, ugye, az ellenséges lovasság ellen. Vagy ugye, hogy golyófogók legyenek, hogy úgy mondjam. Szóval ugye, van egy csapat veterán légionárius, meg még egy, 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 még egy, és még egy. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csapat veterán légionárius, ami nagyon erős tud lenni. Megtoldva egy csapat paritjással, ugye, és 3 csapat szíriai íjásszal, a hadvezéri testőrség ugye legátus, és 2 csapat légionárius lovas. Már kezdeném azzal, hogy az ellenséges sereg felállítása ez nagyon rossz, és nagyon nagy hibát követel ezzel a sereg felállítással az ellenségem, mivel így egy sorban a római légionáriusokat nem igazán érdemes felállítani. Ugye van az a legendás Triple Axis Formation, ugye, ahol vagy 4 egység ugye elől, így, és akkor utána középen megint 3, és akkor utána megint 3 vagy 4, vagy attól függ, hogy mennyi egységed maradt. De ugye nem érdemes így egy sorba felállítani az egységeim, a rómaiakat. Van mikor érdemes, de ez mondjuk szituációtól függ. Jelenleg úgy vagyok vele, hogy én úgy látom, hogy én nem így állítanám fel őket, mert ez pont, hogy az ellenségnek kedvez. Ugye a pikásoknak mi a kedvező, hogyha csak szemből támadják őket. Ez nekik nagyon jó. Szóval ugye a Tarantin lovasságommal próbálom elintézni az ellenséges légionárius lovasságot, ugye, ami nagyon jól megy, mert hát annak ellenére, hogy a légionárius lovasságnak van lovas teszt tudója, a Tarantin lovasság az valójában nagyon erős. Főleg lovasság elintézésére. És ugye az ellenségem elkövet még egy nagy hibát, hogy a Tarantin lovasságot próbálja lelőni az előcsatározóival, és nem nyomul egy kicsit előrébb, hogy lelője a pikásokat, vagy ugye a miliciahoplitákat. Ám bár miliciahoplitákat nem érdemes lelőni, főleg nem olyankor, mikor veterán légionáriusaid vannak, mert a veterán légionáriusok amúgy is csak megeszik a milicistákat. Szóval én az ellenség helyében hagynám, hogy a Tarantin lovasság elhasználja a lőszerét a lovasságom ellen, és az összes gyalogossal, és az íjászokkal, és a paritjásokkal kb. Eddig eljönnék, mivel látom azt, hogy az ellenségnek nincs egy előcsatározója sem, ezért idáig eljönnék, és a 3 csapat íjászszal egyszerre, ugye mind a 3 csapat lőjön például egy pikás egységet, hogy minél gyorsabban megöljék azt a teljes egységet, ugye. Nem azt csinálnám, hogy 3 íjász egységgel 3 különböző pikást vennék célba, hanem 3 íjász egységgel egyet vennék célba, hogy azt minél gyorsabban megsemmisítsék. Az ellenségem ugye, mivel itt próbálkozik megölni a Tarantin lovasságomat,
Pazarolja a lőszert, nem igazán sikerül nekik, mert nem okoznak olyan nagy veszteséget az íjászok, és miután a lovasságot legyőztem, ami nagyjából megtörtént, utána ugye tudom lőni, vagy rá tudok támadni a lovasságommal az ellenséges íjászokra vagy parittyásokra. Szóval ez egy nagyon nagy hiba. Ilyenkor inkább azt kellett volna csinálni, hogy ugye van még ez a csapat vigilész, idehozni őket, és ugye, hogy a Tarantin lovasság úgymond elhasználja a lőszerét. Ugye pont erről beszéltem, a lovasság megsemmisült, és a Tarantin lovassággal pedig egyből letámadtam az íjászokat. Ugye nem okoztak nagy veszteséget az íjászoknak, de több mint 20-an meghaltak, majdnem 30-an, ami egy egész jó veszteség. Mert ugye 30 emberrel kevesebb, vagyis nem pont 30, mert csak valójában 24, 24 íjásszal kevesebb íjász lő, ugye? És az ugyan elég nagy veszteség. Na már most az én egységeim elkezdtek előre nyomulni, ugye a milícia hopliták vannak elől, mert ők, ha minden igaz, azt hiszem, hogy jobb izével rendelkeznek, pajzsal, igen. A milícia hoplitának 45-ös pajzsa van, a pikásnak mindössze 30-as, ezért ugye a milícia hopliták jobban ki tudják védeni a lövéseket, mint a pikások. Ez ugye egy jó kis trükk, ilyenkor valójában csak annyit kell csinálni, hogy nem a milícia hoplitákat lőni, hanem a pikásokat. Szóval csak ki kell adni a parancsot, hogy a pikásokat lőjék. De ugye az ellenfelem ezt nem tette meg. Itt ugye, mivel az egyik légionárius egység lovas már teljesen megsemmisült, a másik pedig itt van, ezért ez a három csapat Tarantin egység folyamatosan tudja támadni a parittyásokat és az íjászokat. Ezzel ugye nagyon nagy veszteséget okozva az ellenségnek, mert ugye minden egyes előcsatározó vagy íjász egység, ha nem használja el a lőszerét, az összeset, és legyőzik őket, az valójában veszteség. Egy előcsatározó, ugye beleértve parittyás, láncsadobigáló íjász, ha elhasználja az összes lőszerét, akkor valójában megérte hozni őket. Ha nem tudják elhasználni az összes lőszerüket, akkor valójában az veszteség. Mert ugye közelharcban nagyjából semmit nem érnek, csak ugye előcsatározó képességük miatt érnek valamit. Ugye itt például a csapat parittyást sikerült nagyjából a csata elején legyőzni, és 25 lövést tudnának leadni, szóval szerintem még egy a 80%-a lőszernek megvolt, ugye, ami nagyon sokat jelent. Itt ugye a legátus próbálja elintézni a Tarantin lovasságot, ami természetesen megy is nekik, és le is fogják győzni őket, de ugye van még nekem erősítésem, így el tudom kapni ezeket az íjászokat. Valójában szívesen beáldozok egy csapat Tarantin lovast, csak hogy elintézzek egy csapat szíriai íjászt, mert ugye még mindig van lőszerük, és nagyon erős és drága íjász egység, szóval hogy el tudom intézni őket, ezzel ugye nagy veszteséget okozva az ellenségnek. A Tureos lándzsásaimmal pedig szintén az ellenséges íjászokat vettem célba. Na már most talán érdemes volt, talán nem, mert amúgy is van lovasságom, hogy elintézzem az ellenséges íjászokat, szóval szerintem talán egy kicsit hiba volt az íjászokat lőni, inkább a veterán légionáriusokat kellett volna. De hogy őszinte legyek, így is egész jó, mert ugye valójában nagyon gyorsan megsemmisítik az ellenséges íjászokat, és még mindig marad némi lőszerük, szóval, hogy úgy mondjam, okés a dolog. Ugye használtam egy kis trükköt az ellenfelem ellen, ahogy elnézem, nem vette észre. Ugye előre küldtem a milícia hoplitákat, amik ugye nagyon jó pajzsal rendelkeznek. Előre küldtem őket, de csak azért, hogy az ellenséges veterán légionáriusok őket lőjék, és ne a pikásokat. Oké, ugye a Tarantin lovassággal pedig próbálom elintézni az ellenséges íjászokat. Ugye a lovasság, a Tarantin lovasság közelharcban nagyon gyenge más lovas egységek ellen. Ahogy elnézem, az ellenségem ugye letámadja a Tureos lándzsásaimat, és nagyjából a veterán légionáriusok kifogytak, ezért ugye előre nyomulok a pikásaimmal. És ilyenkor mit kell tenni?
Na mit kell tenni? Természetesen elfogadni a harcot és közel harcolni, és nem az, hogy visszavonulni. Mikor a pikások letámadják a gyalogságodat, ami ugye kardforgató egység, akkor valójában nem menekülni kell, hanem letámadni őket. Valójában csak viccelek, egyből menekülni kell, ugye? És valahogy bekeríteni az ellenséget. A veterán légionáriusok könnyedén le tudják győzni a Tureos lándzsásokat, de ugye van itt nekem még néhány egységem, amivel tudom támogatni őket. A probléma ezzel az, hogy a veterán légionáriusok szintén le tudják könnyedén győzni a milícia hoplitákat. Ugye van még nekem két csapat citizen lovasom, amivel szintén próbálok ellenséget elintézni, ugye? A megmaradt légionárius lovasságot, vagy ugye a legátust, ugye az ellenség hadvezérét. De ugye van egy csapat vigilész, ami pont, hogy erre szolgál, és ezért nagyon jók, hogy ha elkezdődik egy lovas vs lovas harc, és a közelben vannak, akkor ugye jó őket bevetni. Mert bónusz vs large 20 pont, szóval nagyon jók lovasság ellen a vigilészek. Itt ugye bekerítettem, vagy sikerült bekeríteni némi veterán légionárius, de annyi a probléma, hogy Tureos lándzsások és milícia hopliták a be is kerítik a veterán légionáriusokat, nem érnek el vele sokat, mert egyszerűen nincs meg az erejük ahhoz, hogy a veterán légionáriusokat legyőzzék. Az ellenségem lehet látni, nem veszi észre azt, hogy ez így nem ér semmit, és ugye a pikásaim egy csomó veterán légionáriust legyőznek. Amúgy valójában ez egy olyan csata, amit hogyha a rómaiakkal lettem volna, már réges-régen megnyertem volna. Ahogy elnézem, még a Hellenic Royal Guardok is nagy veszteséget szenvedtek el a pikások miatt. És ugye lehet látni, hogy mennyire gyengék a Tureos lándzsások közelharcban. Ez az egység egy katonát sem veszített, ugye? A Tureos lándzsások pedig már nagyjából megsemmisültek. Szóval egyet nem voltak képesek megölni a Tureos lándzsások. De ugye egy valami, ami még nekem megvan és az ellenségnek nincsen, az a lovassági mozgékonyság. Nekem még mindig van két csapat citizen lovasom, nagyjából mondjuk csak másfél, majdnem másfél, és ugye ezt sikerült néhány lovasromot bevinni a legyengült veterán légionáriusok ellen. Oké, az ellenségnek pedig van egy nagyon jó előnye, hogy sikerült bekerítse a pikásaimat. Csak ugye mi a probléma? A probléma az, hogy az itt lévő légionáriusok már nagy veszteséget szenvedtek el. Így, hogyha hátba is támadnak, ugye, egy az, hogy itt már kevesen vannak, és egy valamit, amit jól csináltam, hogy úgy mondjam, egyből visszaívtam a pikásaimat, és ugye új pozíciót vettek föl. Hogy ne legyenek bekerítve, hanem ugye új pozíciót vesznek föl, és akkor csak szemből tudják támadni őket. Az itt lévőket, ugye az én balszárnyamon sikerült rengeteg légionárius leölni, és akkor ugye ezek az egységek felszabadulnak, és akkor tudnak segíteni itten az itt lévő légionáriusok ellen. Az ellenséges hadvezér pedig, hát, hogy elnézem, nem írja ki a játék, hogy General is dead, szóval szerintem még életben van az ellenséges hadvezér, de hogy őszinte legyek, ja, pont, hogy ott van. Ha minden igaz, akkor ő az. De hogyha meghalna az ellenséges hadvezér, akkor ugye sikerülne gyorsabban megtörni az ellenséges csapatokat. És meg lehet, hogy pont ez a milícia hoplita egység meg tudja törni őket. Vagyis meg tudja ölni az ellenséges hadvezért, ugye? És ha minden igaz, pont, hogy most halt meg. Ugye itt volt néhány veterán hoplita egység, ugye, akik menekültek, a lovasság elkapta őket, nekik annyi. Itt van ez a csapat veterán hoplita egység. Kezd leesni a moráljuk, és most már ugye
egy csapat milícia hoplita, meg egy csapat törőoszlándzsás próbálja őket legyőzni, de ugye a veteránok túlságosan is erősek. A középen győzünk, a bal szárnyamon szintén győzelem van, de a jobb szárnyat elveszítettük, de mivel középen és bal szárnyamon győzök, ezért a jobb szárnyat, hogyha már el is veszítettem, valójában annyira sokat már nem számít. Amúgy tényleg ez a csata csak azért győzelem számomra, mert az ellenfelem szintén nagy hibákat követett el, és ugye miután látta, hogy vereségre áll, ezért ki is lépett a csatából. Szóval, hogy őszinte legyek, pikásokkal lehet győzni nyílt telepi csatában, de csak akkor, hogyha úgymond te egy jó játékos vagy, az ellenfeled pedig, amint lehetett látni a csatában, tapasztalatlan. Szóval egy az, hogy elkövette ugye azt a hibát, hogy az előcsata, vagyis íjászaival és paritjásaival próbálta megölni a Tarantin lovasságomat. Ez volt ugye a legnagyobb, az első hiba, de a legeslegnagyobb hiba az volt ugye, hogy szemből, vagy szembe támadta le a pikásaimat a veterán légionáriusokkal, ami is, amint lehet látni, a pikásai milyen kevés veszteséget szenvedtek el, és milyen sok ellenséget megöltek. Nagyjából minden egyes ölés, ugye veterán légionárius, amik ugye nagyon jó egységek. A másik hiba az volt, hogy ugye a veterán légionáriusoknak ugye van előcsatározó képessége, és elhasználták a milícia hopliták ellen, és nem a pikások ellen például. Nagyjából ennyi lett volna az ellenség hibája. Talán még az is nagyon nagy hiba volt, és nem csak kis hiba, hogy úgy mondjam, hogy ugye a paritjásokkal és az íjászokkal nem próbálta ugye lelőni egyessével, szóval mind a négy egységgel célba venni egy pikás egységet, és akkor, ha minden igaz, kb. Egy a 4-5 lövés után, hogyha 4-5 lövés leadnak a szíriai íjászok és a paritjás egység egy pikás egység ellen, negyedik vagy ötödik lövés után már nagyjából az egység harcképtelen lenne. És ugye valójában csak annyit kellett volna csinálni az ellenségnek, mivel nekem egy előcsatározó egységem sem volt, semmi, ugye csak a turéoszlándzsások, ezért azt kellett volna csinálnia, hogy a veterán légionáriusokkal alkot egy körféleséget, és akkor nyomul egyfolytában előre, mert ugye az ellenségnek van meg a távolsági támadási előnye, ezért alkotott volna a veterán légionáriusokkal egy kört, középen az íjászok és a paritjások, és folyamatosan nyomult volna előre, ugye, és lövi le a pikásaimat. És valójában könnyedén megnyerhette volna a csatát. Én ezt csináltam volna, vagy ugye azt, hogy a szárnyakat támadtam volna le, és nem szemtől szembe a pikásokat, ugye. De hát, ahhoz, hogy az egyik fél győzzön, ahhoz a másiknak hibáznia kell, és kb. Ez történt. Köszönöm a megtekintést, hamarosan jelentkezem egy újabb online csatával, sziasztok!